srácok nem kerülik az iskolát, puti suliban tanulnak, és a játék megy tovább. A labda és az edző pattó, de ne feledd, mi tanultál. Sok szeretettel köszöntöm a Buda környéki televízió nézőit, az MLS férfi futszál MB2 rájátszás R csoportbeli találkozóján, ugyanis a hazai fehérmezes Török Bálint a Kelen FC-t fogadja. A Török Bálint a alapszakaszban nyújtott teljesítménye alapján az R csoportba kvalifikálta magát, ahol az első helyen szerepel a vendégcsapat, 6 győzelemmel, 55 lőtt és 29 kapott góllal, 18 ponttal vezetik az R csoportot, őket követi második helyen a Gravitix, harmadik helyen az STE Ehők csapata, az ötödiken van pedig a Török Bálint, 3 győzelemmel, 3 vereséggel, 42 lőtt, 50 kapott góllal, 5 ponttal szerepel az utolsó előtti helyen, a hatodikon van a Dream Team futszál, ők 3 pontot gyűjtöttek ideig az elcsoportban, viszont ők egyel több mérkőzésen szerepeltek, mint a Török Bálint, úgyhogy bármi is történik ezen a mérkőzésen, a Török Bálint legrosszabb esetben is megtartja az ötödik helyét. És viszont van értelme küzdeni abszolút a Török Bálint szempontjából, egyrészt, hogy a hazai szurkolókat szórakoztassák, másrészt pedig a abszolút elérhető a negyedik hely a fehérmezett csapat számára, hiszen az előttük elhelyezkedő MMS SE 6 ponttal szerepel az E-csoportban, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lenne legalább egy döntőtelent kiharcolni ahhoz, hogy utolérje a negyedik helyezett csapatot. De ami megnyugvás jelentett a csapatnak, és valószínűleg jóval könnyedebben fognak játszani az első helyezettek ellen, hogy tényleg bármi is történik ezen a mérkőzésen, az ötödik helyénél rosszabb pozícióban nem csúsznak a hazaiak. És akkor Bolla Ferenc és Fehér Gábor helyezkedik el a kezdő vonalnál. És így indult meg a Kelen FC elleni összecsapás. A két csapat már találkozott egymással, mind össze, mind tavasszal az alapszakaszban kétszer megmérkőztek egymással. Mindkét alkalommal a Kelen FC bizonyult jobbnak. Bár érdemes visszaemlékezni a legutóbbi találkozóra, amit szintén itt a Török Bálint és Sportközpontban vívtak, ahol rendkívül nagy hátrányból zárkozott fel a Török Bálint, és elég izgalmassá tette a mérkőzést. Végén azonban egyetlen egy góllal bizonyult jobbnak a Kelen FC csapata, de minden esetre meglepte őket a Török Bálint hirtelen jó teljesítménye. És tulajdonképpen, hogyha azokat az akkor készült Buda környéki televíziós felvételt elemzik, akkor nagyon sok tapasztalattal gazdagodhat elsősorban a Török Bálint. Úgyhogy egyáltalán nem lefutott mérkőzés ez, nem lehet csak a papír formából kiindulni. Bolla Ferenc. Szalai. Fehér Gábor. És egy öngól! Csernik Kornél lábáról pattant a Kelen FC kapujába a labda, és így megszerezte a vezetést a Török Bálint. Rögtön az elején. Úgyhogy volt értelme a Török Bálinti fiataloknak ellátogatni este 9-kor hétfőn a Török Bálinti Sportközpontba szurkolni, hiszen egyből a nagy hangzavarnak köszönhetően született egy öngól. És egy eladott labda. Vigyázni kell, Vaszkó! Vaszkó másodjára is szenzációsan hárított, Vaszkó Csaba. Akit egyébként most először láttunk a Török Bálint színeiben védeni. Solda rugásra jöhetek a vendégek. És egy labdavesztés túloldalon is, aztán visszaszerzik. Csapatkapitány helyzetben. És abból egy elég szép válasz született Sóki Norbert révén, kiegyenlített a Kelen FC. Mérkőzés második percében jön, és az egyenlítés a valószínűleg zavarta az a vendégeket, hogy rögtön egy bekapott góllal kezdték a mérkőzés elejét.
nem így csoda, hiszen ők az egyetlen egy veretlen csapat, és csak győzelmet tudhatnak magukénak, legalábbis ami a rájátszás egy csoportját illeti. Bola Ferenc! Nem sokkal ment a kapu mellé az ő kísérlete. És jó hallani időzőjelbe vett ultrákat a Törökbálinti Sportközpontban. Nincsenek megszeppelve a kamerától. Általában ilyenkor a szurkolók visszafogják magukat, de most nem ez történik. Szalai lőtte, pörkölte rá kapura. És abból elindulhat Fehér Gábor. Csak rosszul passzol. Szépen szereznek labdát a vendégek. Pap Zsolt révén. Aki jogos a sárgalapos figyelmeztetés, amit Szalai Gábor kapott, és szabadrugással jöttek a vendégek. Amit Köncé Zsolt fog elvégezni minden bizonnyal, jelek szerint a csapatkapitány. Baszkó Csabáé. Fehér Gábor. Jó a labda Bollának. Bolla helyzetben. Bolla! Oldaláló. Bolla már rögtön a mérkőzés elején lehet érezni, hogy ma fog egy pár gólt szerezni. Szépen védekezett most a Török Bálint. Kónya Sándor. Szalai. Fehér. Oh, nem sokkal ment mellé ez a lövés. Kólya Sándor is rápörkölt egyet a kapura. Nagyon gólt akar szerezni a Török Bálint, és az jó látni. És a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb össze is jön. Összezavarják egy kicsit a kellen egy szét ezzel a letámadással, és sikerül labdát szerezni. Fehér Gábor, Szalai, eladja. Minden esetre annyi eredmény sikerült elérni, lelassították jelentősen a kellen egy szét támadása, sőt, Fehér Gábor vissza is szerezte az elhagyott labdát. Oldalról jöhetnek a fehér mezesek. Kötekedik a játékvezető. Pedig szabályos volt ez az oldalrúgás. Fehér Gábor újra sikerül labdát szereznie. Baszkó Csaba passzolja ki. Volna azt már nem tudta utolérni, főleg úgy, hogy a nyakán volt egy ember. Volna labdát szerez! Volna! És az bizony a kapuson múlt, kis Benjaminon. Szép állítás volt ez a részéről. Fehér. Illetve Szalai. Bolla. Fehér Gábor! Az elmúlt néhány perc alapján ki kell jelentenem, hogy az ötödik helyen szereplő Törökbálinti Foszisuli Egyesület csapata jobban játszik, mint az első helyen szereplő Kelen FC. Ezért jó a rájátszás, hiszen nagyon meghajtják a csapatok így az idény végét, hiszen egészen őszig nem fognak tétmérkőzéseken játszani. Szabad rugással jöhetnek a vendégek. Bolla Ferencet kell egy kicsit nyugtatni. Baszkó. Fehér Gábornak majdnem sikerül labdát szereznie.
és Kónya Sándornak pedig ténylegesen sikerül. Csak kirúgni tudták a labdát a vendégek. Bolla. Két ember vette őt körül, nem csoda, hogy labdát szereztek a vendégek. Szalai. Fehér Gábor nem tette jól vissza a labdát, Bollának akar passzolni. Oldalrugással jöhettek a vendégek. Tóth. Mindig Tóth, nála van a labda, meg tudja elkerülni Bolla Ferencet, nem. Bolla! Nem sokon múlt, hogy eléri azt a labdát. Oldalról jöhetnek a Kelenek, a Kelenes C csapata. Előre ívelés, Vaszkó Csabáé. Ott ólálkodott Simon Ákos. Nem volt veszélytelen ez a helyzet. És most a török Bálintot illeti egy oldalrugás. Rutkai! Jó a passz, Kiriakidis Vitorra! Kiriakidis! Elizgult egy kicsit ezt a helyzetet. Viszont szöglettel jött a török Bálint. Fehér Gábor. Támadásban a Kelenetszé, erre szól a fügyszó, Rutkai szépen tisztázott. Szöglettel jönnek a vendégek. Fügykoncert is van végre, Cserny Kornél, trükkös volt. Valószínűleg az egy felévelés akart lenni. Fehér Gábor, illetve Szalai. Mindig cserélem őt Fehér Gáborra, pedig nem hasonlítanak egymásra. És viszont tényleg Fehér Gábornál van a labda. De jó ezt hallani, hogy végre megint túl kell üvöltenem a közönséget. Fehér Gábor. Kiriakidis Vito. Szalai. Rutkai. Kiriakidis. Rutkai! Nem sokon múlt. Nagy helyzetben volt a csapatkapitánya, vendégek csapatkapitánya, de kihozzák a török bálintiak. Szalai! Szalai! Blokkolták az ő lövését. Ó, Kiriakidis, de közel volt ahhoz, hogy bejutassa a labdát a kapuba. Viszont figyelni kell, hiszen Köncé Zsolt küzd a labdával. Ez sem volt csúnya helyzet. Mert ha simán csak a helyzetek számát vesszük alapul, akkor magasan a török Bálint vezet. Szalai Gábor. Nem jutott el a labda a csapattársig, megszerezték a vendégek. Akik szemmel láthatóan egy kicsit tanástalanok a török Bálint dominanciájával. Szemben. Szép volt. Kiriakidis. Róla ment ki a labda. Azt nagyon elnézte Cserny Kornél, akinek köszönhetően megszerezte a vezetést a mérkőzés elején a török Bálint. Kiriakidis. Két ember mellett nehéz. Jobb lett volna passzolni. Vaszkó! Mit védett?
Jár is a taps a szurkolók részéről. Rutkai, Kiriakidis. Kiriakidis látszik, nagyon izgul, miközben ilyen szorosabb helyzetekben van. És Kónyáról jött ki a labda. Visszaszerzik a vendégek. Kölcsei Zsolt esett el a földön. Fér Gábor próbálta tőle nagy erővel elvenni a labdát. Nem tudom megállapítani, hogy mennyire volt szabályos, mennyire nem. Minden esetre fújt a játékvezető. Ó, Fér Gábor labdát szerez! Fér! Kónya! Kónya! Gás! Sokat tologatta a labdát. Aztán végül Kód Gergely küldte rá a kapura, így lett kapufa. Kólya Sándor, hogyha egyel kevesebbet tolt volna, akkor megszerezte volna újra a vezetést a török Bálint. Pap. Pap Zsolt. A forgolódik össze-vissza, azt sem tudja, melyik irányba kell támadni. Kónya Sándor. Fehér Gábor. Fehér. Az jó! Kónya Sándor. Ez is kis Benyaminon, vendége kapusán múlt. Kolya Sándor fogja elvégezni a török bálinti sarokrugást. Ó, Fehér Gábor ezt nagyon elnézte. Ez nem kis luf volt, viszont meg tudja tartani a labdát. Ó, Rutkai Zsolt! Megszerzi a vezetést a török bálintnak. 8 percnyi folyamatos ostrom után végre sikerrel tudott egy helyzetet lezárni a török Bálint. Így 2-1-re vezet a török Bálint a Kelen FC-vel szembe. Szépen oldotta meg ezt Rutkai Zsolt. Simon. Késő időpont ellenére azért már gyűlnek a népek a török bálinti sportközpontban. Kód Gergely szerez labdát! Aztán el is veszik tőle. Nem sikerül visszaszerezni. Viszont figyelni kell. Kapu előtt, ott találkodik Simon Ákos. Tóth! Nem is láttam pontosan, hogy Vaszkó Csabáról vagy valamelyik kékmezes játékosról jött ki a labda. Bár bármi is történt, nem hibáztam, hiszen Baszkó Csaba is kékmezben szerepel. Bola! Fehér Gábornak szinte szörnyű volt ez a passz. Bola egy kicsivel nagyobb tempóval indult volna meg a kapu felé, akkor simán 1-1-ben megoldhatta volna a hálóőrrel szemben. Sarokrugással jöhet a török Bálint. Kónya Sándornak kell levágni a sprintet. Nagy a verseny az oldalvonalnál. Vaszkó nincs könnyű helyzetben. Kapus. És szépen oldja meg! Vaszkó Csaba! Sokan már elkönyvelték az bekapott gólnak. Bola Ferenc. Bola. Megint nem tudta átadni a labdát a csapattársnak. És nagy a küzdelem. Sikerült elérni egy szabadrugást. Ketten birkóztak vele szemben, Simon Ákos és Tóth Norbert. Győzött a túlerő. És valószínűleg Kónya Sándor fogja elvégezni a szabadrugást. Elakad a labda Tóthban. És róla megy ki. Oldalrugás következik. Kónya Sándor. Kohut. Fehér Gábor, jó a csúsztatás Kónya Sándornak!
Centike múlt. Bánya József vitézkedett. Gendul. Baszkó Csaba stabilan védi a török bányti kaput. Bolla egy az egyben Tóttal szemben. Oldalrúgásra jöhet a fehér mezőny csapat. Majdnem öngól lett ebből is. Sorokrugással jöhet újra a török Bálint. Szalai! Tud, volt a végállomás. Szalainak kellett tisztázni a szögletre. Ebben előnyszabályt alkalmaztak a játékvezetők, ugyanis Bóla Ferenc az egyik játékostársának a mezőt ráncigálta a hátrafutás közben. És szinte teljes brigádot lecserélik a vendégek. Hatalmas erő volt abban a lövésbe. Vaszkónak talán sikerült beleérnie. Emiatt jöttek szöglettel a vendégek, Sóki Norbert küldte rá Bitong nagy erővel. Csernik. Sóki. Köncei. Sókinak vissza. Köncei, csapatkapitány. Visszakapja Pap Zsolttól. Sóki. Pap Zsolt. Vigyázni kell. Cserniknek lett előkészítve a helyzet, ő ezzel nem tudott élni, jól védekezett rajta Kiriakidis. Sóki. És adják a labdát a vendégek. Kólya Sándor vezetésével egy újabb offenzívába kezdett török Bálint. Nem volt erő Kiriakidis lövésével. Tényleg nagyon sokat izgulott az ellenfél kapuja előtt, védekezésben viszont jól teljesít, Kiriakidis Vito. Kónya Sándor. Szalai Gábor. Szalai. Szépen higgadtan oldotta meg. Bolla! Bolla Ferenc amúgy simán szerezhetne volt a mai mérkőzésen, csak az kell, hogy ne essen szét a sok kihagyott helyzet miatt. Oh. Cserny Kornél egy öngól után szerez egy gólt is a csapatának, ezzel kiegyenlítettek a vendégek, 2-2-nél járunk most. De ne felejtjük el, hogy a legerősebb ellenféllel találkozik most a török Bálint, akivel a rájátszás folyamán lehet, és egy időkérés. És egy időkérésben jel a török Bálint élt, hiszen zavarja őket a bekapott gól, mint Szalai Gábor vezetésével, aki egyébként a csapatkapitányi, illetve a vezetőedzői teendőket is ellátja. Megbeszélik azt, hogy mit kell tenni az elkövetkezendő néhány percben ahhoz, hogy újra visszavegye a vezetést a török Bálint. Talán jót is tesz az a csapatnak, hogy Szalai Gábor lett a vezetőedző, ezt láthatjuk a török Bálint játékán is, hiszen